ember az állatvilágtól megkülönböztető képessége többek között, hogy tud nevetni. A nevetés gyógyít, mondják, de úgy hiszem, csak akkor, ha van valódi oka nevetésre. A magyar nyelv árnyalt a jókedv kifejezésre. Megközelítően azonos értelemben. Sok szinonimát ismer. Nem mindegy, mikor melyiket használjuk. Egészséges kacagásról beszélünk, de gúnyos kacagról. A vívogás az idétlen, értetlen személyiség megnyilvánulása, a vigyorgáshoz a bambaság képzete társul. A röhögés durvaságot vagy vádolatlanságot takar. Aki hahotázik, teli szája nevet, szinte látjuk a nagy kerek nyílást az arcban. A heherészés viszont keskeny lábnyomokkal történik. Heherészünk, ha kényelmetlen szituációba csöppenünk, vagy egy kissé zavarban vagyunk. A kuncogás visszafogottságot jelez, s némi ártatlan csúfolódást valakin vagy valami. A puhaha mérsékelt bohóc tréfába illik. Megismerszik az ember szellemi színvonala azon, hogy mikor és mind nevet. Színházban, film és tévénézés közben jól megfigyelhető. Van, akinek alacsony a humor küszöbe, s megragad minden alkalmat, hogy már is nevessen. Bármi olcsó a vicc, közhelyes a poén, esetleg bántó és gusztustalan. Másikunk akkor is komoly arccal ül, amikor holnap az élénk terültségre, de csak azért is meg akarja mutatni, hogy az ő magas igényeit akárki nem képes kielégíteni. Ez az unott pofa, a színészek és a társaság élnek. És ne felejtsük el azt, sajnos eléggé népes csoportot sem, amelyik éppen ott tört a kacagásban, ahol sírni, vagy mélyen elgondolkodni kéne. Mit tehetünk? El kell viselnünk, mások nevetését megtiltani, nincs jobbunk. Érzéseit. Irigyettem mindig a zeneszerzőkre, akik komponálni tudnak. Ma már tudom, nincs ok az irigykedésre. Komponálni bárki tud, nem hangokat. Az érzéseket, te magad is. Hogy lárva tölti be szíved, vagy lényeg boldogság előízeként muzsika hatja át, az attól függ érzésekből mit komponál, és ha kész a még, hogyan befényeled. Az érzések zeneként hatnak át. A zene érinti legmélyebben az embert. Remél mélyebben, csak érzéseid élnek. Az érzelmek tudatalatti innenből törnek elő. A hangok szinte adva vannak, hogy mi lesz belőlük, rajtad múlik. Milyen lényeg zenére, milyen dallamok zenék át érzelmi életed, hangolj reggelenként, idegeid, lelked, véred, éned, csak akkor telik meg szép zenével, ha érzékeny, ha tiszta, ha fegyelem összhangja uralja. Érzéseid kedélyedben jelentkeznek. Van, amit örököltél, van, amit szereztél. Játszani mindenképpen magadnak kell. Tudj sírni, tudj kacagni, tudj megrendülni, tudj együtt érezni, tudj érzéketlen maradni, tudj érzéseidben önfelett lenni, tudj mesében, dalban szólni. Négy hegedű vagy orgona. Találd meg magad, egyetlen hangolom, te szólj. Muzsika vagy a világ mindenség művében. Retorika a lámparázról. Minden nyilvános szereplés lámparázzal jár, a kérdés csak az, hogy ki mennyire képes leküzdeni lelki görcsét. Bizonyos fokig mindenki lámparázas. Ha ez a feszültség nem hat bénítólag az előadóra, akkor még fokozhatja is a szónoklat elejét. Ha tudjuk, hogy sokan hallgatnak bennünket nyilvánosan, akkor a felelősség tudata okozza a lámparázat, és ez annál nagyobb, minél nagyobb a tét. Ha olyan beszédet mondunk, amely esetleg életünk további sorsát is befolyásolhatja, akkor a sikerélmény hajszolása nem előre lendít, hanem hátravet. A túlzott akarattól megbénul minden alkotási lehetőség. A sikertelenségtől való félelem a legerősebb fokozója a lámparáznak. Ennek a leghatékonyabb ellenszere az alapos fölkészülés, a pontos anyaggyűjtéstől a leírt beszéd többszöri elmondásait. Ne bízzunk magunkban úgy, hogy elodázzuk a tanulást, a gyakorlást. A megalkotott beszéd hangos elmondása ugyanolyan fontos a szónoknak, mint a muzsikusnak a gyakorlás vagy a sportolónak az edzés. Tehát
Alapos fölkészülés, pontosan fogalmazott beszédanyag, biztos tudás. Ez a lámpaláz leküzdésének tárgyi alapja. Bizonyos lélektani tényezőkről sem feledkezhetünk meg. Annyiszor elmondtuk már, hogy a szónok csak önmagát nyújthatja a közönségnek. Minden legegyszerűbb megnyilatkozásaira szállítja le hivatalos szereplését, ezzel érzékelteti testi lelki magatartását. Ezzel szemben a magánember gyakran el akarja játszani a hivatásos előadót, tehát feszessé, ünnepélyessé lesz, szabalja a szavakat, ráncolja a homlokát, fontoskodva beszél, túlhangosan adja elő, hiszen olyan fontos nem a beszéd, hanem ő maga. A kamrában talált egy pergament kötésű könyvet, amelyet a gyerekek labdának használtak. Ezt a könyvet abban a pillanatban, ahogy meglátta, rögtön elhatározta, hogy el fogja sajátítani. Nem is a könyvet, mert hogy belenézett, látta, hogy valami latin, s a latinból elég volt neki az, amit az iskolában nem tudott, hanem a fedelet. A fedelét kívánta meg rettentesen. Második, harmadik vasárnap is elment a bácsiékhoz, és egy óvatlan pillanatban győzött a szenvedély, kiszakította nem kis munkával a könyvet a fedeléből, a könyvet ott hagyta a kamrában, de a fedelét bedugta a kabátja alá. Jóformán búcsúzás nélkül menekült a kollégiumba. Ott sem mutatta meg senkinek, a világért sem, de se aludni, se tanulni nem tudott. Még csak 50 papírt nem vett, és elment a Darabos utcába a könyvkötőhöz, aki ott lakik a Csokonai szülőháza mellett, s teleköttette a pompás fedelet fehér papírral. Hogy becézte aztán ezt a sárgás finom bőrkönyvecskét? A könyökében tisztítgatta, mert sok volt még rajta a prezú, s a föld, labdakorában. Ebbe a könyvben mindent bele akart írni. Meg nem is tudta, hogy mit kellene, de tele volt izgalommal és izgatottsággal. Csak a gondolatára is, hogy ezt ő mind tele írja. A gyomra mindig idegesen remegett, valami belső láztól, ha erre a könyvre nézett. Ebből valami olyan szépeket akart írni, amilyen még senki, soha. Nem tudja, hogy mit, de nagyon szépet. Mindjárt az elejére beírta a nevét, úgy csinálta meg ezt az első oldalt, ahogy a könyvek címlapja szokott lenni. Címül ezt az egyszerű szót választotta. Jegyzetek. Ebbe senki sem köthet bele. Közepére megint a nevét, szépen, nagy, erélyesen megrángatott betűkkel, Nyilas Mihály. Alul odaért a Debrecen, ez alá az évszámot, 1892. Gondoltál-e már arra, hogy milyen csodálatos a világ? Mennyire egész és mennyire tökéletes minden, amit az ember alkotott? Nézd meg egy virágot, a legegyszerűbbet. Nézd meg egy hóvirágot. Honnan tudja, még bent a föld alatt, hogy odakint már elment a hó, és az ágak könnyező ügyein címkék hintáznak a napsütésben. Nincs telefonja, rádiója sincsen, mégis értesül arról, hogy mennyire haladt a világ a tavasszal. Hideg föld öleli még a gyökerét, de már megindulnak benne az élet nedvei, és moccan a csíra. Felüti kiszöld fejét a nyírkos fa levelek alól. Kinő a szár, utána futnak a levelek, zöldek. A föld nedvei összetalálkoznak a napsugárral, és zöldre festik a hajszeleriket. Aztán kinyílik a szár, kifestik a bimbó, előkacag a virág. Szinte hallani lehet. Nézd meg jól, milyen szép és milyen tökéletes. Emberművész még nem alkotott hozzáfogható, csak más volt. Egy láthatatlan nagy művész keze dolgozik körülötted. Néztél vízcseppet mikroszkóp alatt? Mennyi ezer életműzök benne? Egy egész világ? Minden vízcsepp egy világ. Minden világ egy vízcsepp. Önmagáért való zárt egész. A te szemedben céltalan, mert nem vagy nagy művész. Művész csak egy van ezen a világon, egyetlen egy, aki alkot. Napról napra, percről percre, mindig újat és mindig ugyanazt. Az életben pillanatok, amikor menthetetlenül egyedül vagy. Ilyenkor hiába van társad, hiába van családod, hiába vannak barátaid, egyedül vagy. Bizonyos kérdéseket egyedül kell megoldanod, senki nem segített rajtad, senki helyetted el nem végezheti. Kifejezhetem ezt úgy is, hogy vállalnod kell valamit az életből, valami kockázatot, valaminek a felelősségét, egyedül
a magad erejéből. Amikor döntened kell, hogy valami jó-e, vagy rossz. Helyes vagy helytelen. Szép vagy csúnya. Amikor döntened kell, hogy jobbra térsz, vagy balra fordulsz. Ilyenkor nem segített hajtad senki. Még csak azt sem teheted, hogy valamilyen félmegoldással elhalasztod a döntést. Kikerülöd. Vagy úgy teszel, mintha nem vennéd észre, hogy döntened kell. Döntened kell. Ezen nem lehet segíteni. És egyedül vagy. Öregek, bölcsek, papok, filozófusok sok mindent tanácsoltak már neked erre az alkalomra. Mondták, hogy térdelj le és imádkozz, hogy Isten megvilágítsa az anyadat. Mondták, hogy zárkozz be négy fal közé étlen szomjan és töpreng napokig. Én nem vagyok sem filozófus, sem pap. Még csak öreg sem vagyok. Így hát egészen egyebet mondok neked. Eridj ki az erdőre, a mezőre, a folyó mellé vagy föl a hegyre. Lassan járj, hiszen egyedül vagy. Nincs miért siess. Lassan, kényelmesen. Nézd meg a virágokat. Hallgasd a madarakat. Próbáld megérteni azt, amit mondanak. És amikor tele vagy a virágok illatával, a napsugárral, a széllel és mindennel, ami zsongva körülvesz, akkor gondolkozz a csodán, amit életnek, mindenségnek vagy teremtésnek nevezünk. Gondolj arra, hogy Isten sok-sok millió esztendővel megteremtette az anyagot és megteremtette a sejtet. És a sejtből lett virág, állat és végül ember. Gondolj a moszat útjára a liliomig, a hernyó útjára az emberi, és az emberi lélek útjára tovább, amit már tudni nem, csak sejteni lehet. És akkor állítsd be a kérdést, ami fölött döntened kell ebbe a négylegyenes útba, és döntöttél már is. Testvéred a világ, öcséd a mű, húgad a Margaréta. A fejlődés nagy láncolata összefűz mindenekkel. Ha meglátod és megérted a láncemény törvényét, akkor megérted azt is, hogy sohasem vagy egyedül. Legkevésbé pedig olyankor, amikor azt hiszed, hogy egyedül vagy. És a felolvasás. A szöveg, legalábbis a jó szöveg, olyan, mint a lánc. Egymásba kapcsolódik minden szeme, illetőleg minden mondata. S ha egy szem elszakad, az az egyetlen mondat is kimarad a megértésből, maga a lánc akad el, s azután már nehéz az elveszett gondolatmenetbe visszakapcsolódni. Nos, egy-egy ilyen láncakadás a beszélőt, a valóban beszélőt nem igen hozza zavarba. Aki ott, helyben, közvetlenül, élő szóban fogalmaz, és így szemét közben a hallgatóságban tarthatja, tüstét észreveszi, ha valahol valakinek megrángul az arca, vagy összeráncolódik a homloka. És megvan a módja rá, hogy a meg nem értett gondolatra egy fél mondattal mindjárt visszatérjen, vagyis azonnal helyreállítsa a megszakadt kapcsolatot. Igen ám, de aki felolvas, annak legtöbbet a papíron van a szeme, nem a közönségen. S ha még olykor feltekint is, és látja a meg nem értés jeleit, nem szívesen rontja el szépen csiszolt szövegét ismétléssel, kiegészítő magyarázattal. Megy hát tovább, s talán észre sem veszi, hogy hallgatói botladozva bukdácsolva sietnek utána, mert ki itt, ki ott, eltévesztette egy lépést, és nem maradt miatta. Igen, a megírt szöveget magában hordó vékony papírla néha a betonnál is keményebb falként mered a felolvasó, meg a hallgató közé. S minél szebben írtuk meg, annál kevésbé szól épp a hallgatóhoz. Ugyanis mindenfajta előadás egyoldalú érintkezésre kicsit. A hallgató figyelme akkor is lankadt, ha közvetlenül hozzábeszélnek. Hát még a felolvasásnál, amelyben neki beszélnek, de semmiképp sem vele, mégpedig szépen felépített, kicsiszolt, csak éppen, sőt éppen ezért hallása nehezen követhető mondatokban. Persze a felolvasás nem mindig kerülhető el. Kényes, nehéz témákról, valójában jobb előre rögzítenünk az elmondatókat, ünnepélyes alkalmakra is szebben tudjuk megformálni beszédünket, ha előre eltűnhetünk minden szó súlyán, értékén, csengésén. De akkor kétszeresen kell vigyáznunk arra, hogy hallgatónak írunk, hogy beszédet fogalmazunk, nem pedig értekezést, vagy épp vezértikkel. Szinte hangosan kell gondolkodnunk, belülre figyelve a szöveg hangzását, és azután átolvasni a beszédet a hallgató szemszögéből, vagy inkább fülszögéből.
Csak ha érezzük a tartalom és a hangzás együttetését, akkor nyugodhatunk meg benne, hogy beszélünk, valóban beszélként használjuk. Olvasmányok kérdését komolyan beszél, be kell látnia, hogy az ilyenfajta olvasmánynak nem szabad egyszerűen csak a szórakoztatás, gyönyörködtetés célját szolgálnia, hanem észrevétlenül is bele kell lopnia valamit a gyermek gondolatvilágába azokból az eseményekből, amelyek egy közösség, egy nép, egy nemzet tulajdonságai és eszményei. Márpedig a magyar mesékben a magyarság tulajdonságai eszményei tükröződnek vissza. Belülátás, törhetetlen akaraterő, céltudat, szótartás, a gyengébbeken való segítés, és még mennyi minden olyan tulajdonság árad ezekből a mesékből, amely hiányzik belőlünk, és hiányzik abból a társadalomból is, amelyben élünk. A népmese azonban nem csak szórakoztat, nem csak jellem és erkölcs nevelő hatása miatt jelentős, de fontos anyagot szolgáltat az ősi hitvilág ismeretéhez is. A hitvilágban a primitív népek hiedelemvilágának mindenütt feltalálható elemei keverednek olyanokkal, amelyek csak a keleti népek, vagy éppen csak a finnugorság világ felfogására jellemzőek. Például a magyar mesei világkép hármas felépítésében az ég, a föld és a víz képzete megvan már az a szép babiloniai vallásban is. Szerinte a bortüzek, öltüzek, pásztortüzek mellett vette kezdetét, amikor öreg harcosok fiatalkori élményeikről meséltek fiaiknak, unokáiknak. Ezek megjegyezték emlékezetükben a dicsőséges vagy gyászos történeteket, és továbbadták azokat maguk fiainak és unokáinak. Így élt tovább a monda nemzedékről nemzedékre. A magyar mondakincsben kétféle mondára találunk. Egyik a történelmi monda, mely a nemzet ős történelmére, történeti eseményekre, avagy történelmi személyek őstetteire viselt dolgaikra emlékezik. A másik a földrajzi alakulatok, személy, hegyek, tavak, folyók, patakok vagy erdőségek köré kialakult rege. Az előbbi bizonyítható történelmi tényeken alapul, és csak a részletek terén lehet emberi fantázia nyomaira bukkanni. Ennek oka abban lelhető, hogy mind a hunoknak, mind a honfoglaló magyaroknak volt már maguk módja szerint való történelmi írásuk, ami ékírásos faragásokban rögzítve nemzedékről nemzedékre száll, tehát változtatni azon nem lehetett. Ettől az időtől kezdve már csak szájról szájra adhatták tovább unokáiknak a nagypapák a dicsőséges mód történetét, vagyis mindaz, ami azokon az ékírásos fejezéseken keresztül rájuk maradt és emlékezetükben megőrződött. A földrajzi tájak köré fölépült mondák, illetve regék, ezzel szemben már tárgteret nyújtottak a mesemondó fantáziájának. Nagy részben azonban ezek is visszavezethetők bizonyos történelmi tényekhez vagy eseményekhez. Legjobb példa erre Szent Anna-tó regéje. Bizonyítva van, hogy Szent Anna-tó földrengés vagy hegycsúszamlás következménye. A magyar monda és regevilág idős barátom így nosztalgiázott a minap. Bezzeg a régiek, ők még tudtak magyarul. A hajdani hírlapokban, az egykori elbeszélésekben, a régi regényekben tizedannyi magyaratlanságot, jártani bűntséget találunk, mint a mostaniakban. Népünk egyre gyakrabban tudja a saját anyanyelvét. Nem akarom szaporítani azok számát, akik a jelen állandóan a múlthoz hasonlítják. Föl kell azonban hívni a nosztalgiázók figyelmét valamire, mégpedig arra, hogy apáink, nagyapáink, dédapáink korábban sokkal kevesebben írtak újságot, könyvet. Közülük is elsősorban azoknak az írásait olvassuk, akiknek a műve maradandónak bizonyult. Ők mesterek voltak. A magyar nyelv mesterei. De vajon tudtak-e jól magyarul azok is, akiknek írományait mára belette akkor, akiknek könyveit, cikkeit, értekezéseit nem adták ki újra meg újra? A mai világban sokkal többen írnak és többen beszélnek a nyilvánosság előtt, mint 50 vagy 100 évvel korábban. A megszámlálhatatlan újság
a szórakoztató és áltudományos könyvek piaca, a rádió és televízió adók meg a mikrofonja valósággal vonza a közlékeny embereket. Írnak, nyilatkoznak, csevegnek. Nem zavartatják magukat attól a ténytől, hogy a forgalmazás csínyát-bínyát nem tanulták meg. Azt hiszem, nyelvünk javulásának, tisztulásának nem az a módja, hogy ritkuljon az írók, újságírók, riporterek, nyilatkozók és reklámszövegezők népes tábora. Van másik út is. Tanulják meg a mesterségüket. Mesterségüket, amelynek alapelme az anyanyelv tudása, szabályainak ismerete. Biztosan tudom, hogy vannak és lesznek, akik megtanulják. Közülük kerülnek ki majd azok, akiket úgy emleget a jövőbeli nosztalgiázó. A mai gyermek előtt talán furcsa ez a szó, puhaságában erőltetett, de annak idején a mi falunkban senki nem szólította apját másként, és én sem lehettem kivétel. Elhittem azt is, hogy más megszólításokban is lehet szeretet, sőt tisztelet is, de a fatár, az aku, az öreg vagy a tata alig olyan idő álló, és alig ha fejezi ki olyan tisztán a viszony az apa és a gyermek között, mint az a régi megszólítás, édesapám, amely mostohának is kiállt, ha nem tett kivételt édes és mostoha között. Nem tagadom, hogy voltak időszakok, mikor az édes jelző szívesen megtagadtam volna apámtól, de később kiderült, hogy akkor érdemelte meg legjobban, amikor könyörtelen kézzel nyesegette viharon zabalátlanságon vad hajtásait, mégpedig nem ollóval, hanem magyarópálcával. Sokszor elhatároztam, hogy még tavaszon levagdosom a magyaró tövében fakadó zsenge hajtásokat, de azután arra gondoltam, hogy mi jöhet helyette, kökény vagy sombesző. Na, akkor inkább maradjunk a magyarónál, mert hogy valami kell, ezt magam is beláttam. Körülbelül éreztem is, hogy a hét melyik napján felépnek a pohár, és nem is nagyon ellenkeztem, mikor az apám azt mondta, hát ha neked a szép szó nem használ. Abban az időben nem volt szokás a szülők tegezése sem, hogy ez jó vagy rossz a nevelés szempontjából alig dönthető el, de nem volt szokás, és különösen nem volt nálunk szokás. És én mégis egyszer letegeztem apámat, ennyit a körülményeim, azonban olyan súlyosak voltak, hogy a magyarul beszéltelmi szóba se lehetett. Hangos szóváltásra figyel fel a vendégek serege. Az ételt váró férfi éptelenül kikelt a kult mögött dolgozó kiszolgáló ellen, mivel az, mint kiderült, okkal késlekedett. A szipkozódásban válogatott szavak illették meg az egész vendéglátóipari egységet, és hangos követelés hangzott el a panaszkönyvért. Egy presszóban a kávéfőzőnőt érte hasonló bántalom, sőt, kemény kioktatás azért, mert a kávé nem bizonyult elég erősnek. A hangoskodás, a viselkedés és a beszéd műveletlenségéről árulkodik, sőt, megsérti az emberi párbeszédeknek, a kommunikációnak a kötelező szabályait is. Miért? Hogyan? Először a lárma, azzal, hogy, mint szólásunk mondja, majd felveti a házat, azt műveli, mint a világ ördöge. Azaz nagy rebellió csak. A nagy hangerő nem csak a hallgatók fülét sérti, hanem kárt tesz a kiabáló hangszereivel is. A felindulás pedig vértolulást idéz elő, keringési zavart. Néha súlyos betegségeket is okozhat. A hangoskodás jellembeli fogyatékosságra is utal. Aki kidagadt terekkel és lesugorosodó képpel rikácsolni kezd, elveszti uralmát a lélek volánja fölött. Az önuralom megszűnik, nem érvényesül többé az önellenőrzés fékező hatása. Másképpen a társas együttét megkövetelte, a fegyelem meglazul és zavaratlanságba csap át. Mert az ember védekezés céljából letört, az első kődarab, amelyet a markába fogva elhajított, mint egy-egy találmány volt. És mekkora időnek kellett eltennie, mint ütéssel, töréssel, formát is sajtuk valamit, így feltalált az első eszközt. Az emberiség a törzsfejlődés során ebben a földi környezetben vált azzá, ami. És nagy része van abban, hogy környezetünk olyanná vált, amilyennek ma ismerjük. A népesség növekedésével, civilizációs, kulturális színvonalának emelkedésével arányosan nő az ellátás iránti igény,
Ugyanakkor fokozottan merülnek ki az erőforrások, és növekszik a hulladékok kétődése. A földművelés kialakulása előtt a föld lakosságának gyarapodása igen lassú volt. 2 millió évig tartott, amíg az emberiség létszáma elérte az 1 milliárdot, a 2. milliárd eléréséhez már csak 100 év kellett, az újabb milliárdok eléréséhez még ennél is rövidebb idő szükséges. Az alapvető szükségleteink a tiszta levegő, a jó ivóvíz, a megfelelő klíma, a minőségben és mennyiségben kielégítő élelem a fennmaradásunk feltétele. Képes lesz az ember az elkövetkező évtizedekben arra, hogy a kezében lévő óriási hatalommal bölcsen éljen. A tudományos felmérések szerint a légkör oxigén utánpótlását hangmértékben biztosító trópusi őserdők 40%-át már kiirtották. A tengerek és sekély vízű halászati régiói kétharmada alkalmatlanná vált a halfogásra a nagy fokú vízszennyezés miatt. Több tízezer növényt, több millió állatfajt, a kipusztulás veszélye. A magyar nyelv idézetes hangszer, melyet csak kevesen tudnak játszani. Egy igazság minden nyelven egyformán igaz, de abból, hogy magyarul mondjuk el, valamilyen varázs származik. Egy kis ráadás, az utánozhatatlanság hűtája, egy csipetnyi sajátos, csak a mi fülünkhöz szóló meggyőző erő. Magyarul mindent el lehet mondani, bár ez nem különös értelmű, mert más nyelveken is el lehet mondani mindent. A mi mondatszerkesztésünk kötetlenebb, a mi szórendünk szabadon másokénál. Minden mindenféleképpen értelmes, de mégiscsak egyféleképpen helyes. Arra kell törekedned, hogy megértsed ezt a szabályokban nem foglalható örök rögtönzéssel szült törvényt. Arra kell törekedned, hogy minden mondatod a 100 féle változat közül abban az egyetlenben, végérvényesben kristályosodjék ki, melyből már semmiféle erőszakkal ki nem forgatható. Németül, franciául, latinul lehet szabályosan beszélni, ha betartod a nyelv törvényeit. Magyarul csak bátran lehet beszélni. Ha egy mondatodon nem érződik a kifejezés merészsége, az a mondat már nincs is magyarul. Pedig nekünk is van szigorú nyelvtanunk, mely rögtön fülét kezdi helyezni, mihelyt magyarul szólal meg valaki. De vele egyrangú mester a hangsúly, meg a nyomaték. Ők arra ügyelnek, hogy minden mondatban szóhoz jusson a beszélő szíve, ítéletei, érzelmei. Óval terem, hogy így tanulnak beszélni, a szabályok szerint, de indulatai és érzelmei után. Igyekezz úgy beszélni, hogy minden kifejezéseben érződjék a lehellet melege. Mindig mondd ki azt, amit magadban gondolsz, azon melegében egyenesen. Magyarul sokféleképpen lehet beszélni, de csak bátran beszélni érdemes, és élni is úgy. Az okosságról és a bölcsességről. Az okos emberek mindig fárasztottak, kimerítettek. Társaságokban úgy éreztem magam, mint valamilyen rossz hiszemű vizsgán. Örökké figyelnem kellett, mert ők is figyeltek engem. Összehúzott szempillák alól, mint a vadász a vadat, vajon helyesen felelek-e okos megjegyzéseikre, elég okos vagyok-e ahhoz, hogy ők, az okosok szóba álljanak velem. Nem, az okosok mindig fárasztottak. És nem is tudtam meg tőlük soha semmi lényegeset. Többnyire csak azt magyaráztak meg, miért nem jó valami. Az élet, egy ember műve, a tavasz vagy az ősz, de azt, hogy az élet jó is, a halál természetes, az ember nem egészen reménytelen, nem mondották soha, mert okosak voltak. Az okosság nem bölcsesség, az okosság készség, idegrendszerbeli és értelmi fürgesség. A bölcsesség az igazság, a megnyugvás, az elnézés, a tárgyilagosság és a beleegyezés. Az okos emberek soha nem bölcsek, túl izgatottak ehhez, mintegy állandóan megrészegednek okosságuktól. De a bölcsek mindig okosak is, s ugyanakkor többek ezeknél, mert nem akarnak bizonyítani semmit. Az okosak társaságát került, mert felizgatnak, és végül megsértenek. A bölcsek társaságát keresd. Az okosakkal lehet beszélni, a bölcsekkel lehet hallgatni. A nyelv természeti jelenség. Gyökerei mélyen belenyúlnak a múlt ősteleményébe, egészen a történelem előtti korig, s van törzse, ága, lombja, eleven virága is. Úgy hat ránk, mint valami hatalmas, megfoghatatlan szellemi csolak.
de annyira élő és valóságos, hogy érzékeinkkel is észlelhetjük. Egy természeti jelenséget nem lehet bírálgatni. A természet buvár megfigyeli, leírja, osztályozza, mutatja az okát, célját, és következtet is belőle erre-arra, de tartózkodik attól, hogy egyéni tetszését vagy nem tetszését nyilvánítsa. Nem érdemelné meg a tudós nevet az a növénytudós, aki például megharagudnék a mácsonyára, mert haszontan adjon, és agyba főbe dicsérni a búzát, mert abból élünk, vagy lenézni a kis pipitért törpe volt amiatt, és magasztalni a sudár égben nyúló fenyőt. A nyelvtudós is tudomásul vesz minden nyelvi jelenséget, úgy, amint van, azon nyersen, salakosan, szennyesen, anélkül, hogy ezt helyeselné, és azt helytelenítené. Erkölcse a tudomány, erkölcs nélküli erkölcse, mely mindent, ami van, eleve jogosnak tart, mégpedig azért, mert van az élet elvén. De amint a növénytudománynak van egy mellékága, a kertészet, mely a növénytudományi tapasztalatokat és eredményeket felhasználva tudványoz, bújt, homlít, nyeseget, karókat ver le és utakat hasít, pusztán azzal a gyakorlati céllal, hogy a kócos természetet takarosabbá tegye, azonképpen a nyelvtudománynak is van egy mellékága, a nyelvművelés, mely elsősorban nem az igazságot keresi, hanem a szépséget, és azon igyekszik, hogy a sok nyelvi gyingyom, paré és dudva meg ne folytsa nemes növényeinket, el ne szívja előlük az éltető nedvet. Ez a nyelvtudomány kertészeti rész. Igazán jól a dolgok, amikor minden tudja, minden közösségük tudott egymásra mondók. Az emberek boldogabbak voltak, a bajok könnyebben megoldottak. Aztán, hogy fogyatkoztak a mesemondók, úgy lett egy nagyobb a baj. Most a gyermek közülünk, a legnagyobb meséíró, most vagyunk csak igazán százalom. Ki fogja nekünk megütni ezután, hogy a legsötétebb sötétben is lehet élni? Ki tanít meg minket bukfákozni, bár el fölött bodorítani? Ki fog kirángatni a vízzel, egyszerűen szomorúságából? Legjobb lesz, ha ezután a mesékhez fordulunk segítségért. Lázár Ervin meséi engem ugyanis arra tanítottak, hogy mindig van remény. Még akkor is, ha a kerek erdő négyszögletűre sikeredik. Mert nem az a fontos, hogy a kerek négyszögletű lesz, hanem az, hogy mégiscsak létezik egy hely, ahol nem számít, ha az ember kicsit előtt a megszokottól. Például kék, miként ló szerafin, fenyőfa létére lépkedik úgy. Akár nagy zöld, fékezetlen, agyúrű, szelebúrgyű öreg, vagy csak annyit tud mondani, dömdödöm. Az egész ifjúkoromat átadotta ez a Lázár Ervin meséjéből merített remény, hogy egyszer én is megtalálom majd ezt az erdőt, legyen akármilyen formája is, és végig bukfantizem az elejétől a végéig. Hittem benne. Szóval sem mondok, minden szava igaz, amíg kamakka érten is eljön, és magával visz oda. Ahol nem kell szégyenkeznem, azért, mert egy kicsit másmilyen vagyok. Ha Lázár Ervin azt állítja, hogy ez a világ létezik, akkor ez bizonyára így is van, gondoltam. És jól gondoltam. Szóval épp abban a világban élünk, ahol kicsit mindenki másmilyen. Most már csak azt kellene mindenkinek megtanulni, hogyan lehet elfogadni, megérteni, felemelni, segíteni és szeretni. Ez Lázár Ervin ránk hagyományozott öröksége, tudása, kincse. Tőlünk függ, hogy mit teszünk vele. Szerelmesen mondó, végül is, épp azért utaznák át ezen a világon, hogy a szomorúság kevesebb legyen. Akkor is. Fischer Sándor, retorika. A lámpalázról. Minden nyilvános szereplés lámpalázzal jár. A kérdés csak az, hogy ki mennyire képes leküzdeni lelki görcsét. Bizonyos fokig mindenki lámpalázas. Ha ez a feszültség nem hagy bénítólag az előadóra, akkor még fokozhatja is a szónok leterejét. Ha tudjuk, hogy sokan hallgatnak bennünket nyilvánosan, akkor a felelősség tudata okozza a lámpalázat, és ez annál nagyobb, minél nagyobb a tét. Ha olyan beszédet mondunk, amely esetleg életünk további alakulását is befolyásolhatja, akkor a sikerélmény hajszolása nem előrelendi, hanem hátravet, a túlzott akarattól megbénul minden alkotási lehetőség. A sikertelenségtől való félelem a legerősebb fokozója a lámpaláznak. Ennek a leghatékonyabb ellenszere az alapos fölkészülés, a pontos anyaggyűjtéstől a leírt beszéd többszöri elmondásáig. Ne bízzunk magunkban úgy, hogy elodázzuk a tanulást, a gyakorlást. A megalkotott beszéd hangos elmondása ugyanolyan fontos a szónoknak,
mint a muzsikusnak a gyakorlás, vagy sportolónak az edzés. Tehát alapos felkészülés, pontosan fogalmazott beszédanyag, biztos tudás, ez a lámpaláz leküzdésének tárgyi alapja. Bizonyos lélektani tényezőről sem feledkezhetünk meg. Annyiszor elmondtuk már, hogy a szónok csak önmagát mutatja a közönségnek. Minden színészkedés csak lelki görcsre vezet. A valódi profi személyének legegyszerűbb megnyilatkozásaira szállítja le hivatalos szereplését, ezzel érzékelteti testi-lelki magatartását, ezzel szemben a magánember gyakran el akarja játszani a hivatalos előadót, tehát feszessé, ünnepélyessé lesz. Szavalja a szavakat, ráncolja a gondokát, fontoskodva beszél, túl hangosan adja elő, hiszen olyan fontos, nem a beszéd, egyik nemzedék a másikra, de mindközött a legfontosabb a nyelv. Ez a hagyomány hordozza az évezredekben összegyűjtött tudásunkat, közvetíti az időben, és így folytonosságot biztosít az értelmes emberi életnek. De nem csak az ismereteinket őrzi, és nyújtja át korról korra, emberről emberre, hanem ő maga ösztökél arra, hogy többet ismerjünk meg a világból, több dolognak adjunk nevet, vagyis több dolgot érintsünk meg a gondolatunkkal. Mert a nyelv gondolat. Az tehát, ami egyedül képes birtokunkba adni a világot. A legértékesebb minden lehetséges között, mert értelmét is minden csupán akkor tárja fel, ha szavakkal kezdjük felrukázni. A nyelvet jól és szépen használni egyik a legnagyobb örömöknek. Megnyugtató beteljesedés jelent, amikor valamihez pontosan élő, tartalmát hiánytalanul kifejező szót találunk. Megérteni akkor kezdünk valamit, amikor beszédünk tárgyával tesszük. Sajátunknak akkor mondhatjuk, amikor megtaláltuk a nevét. Mert ez ad lehetőséget képességeinek kibontására, és annak a gyakorlására is, ami leginkább különbözteti az embert az élő világban, hogy ítélkezik. Megismer és ítélkezik. És ez az, ami az egyes ember szabadsága is. Mert körülmények korlátozhatják mozgásunkat, vágyainkat, kívánságainkat. De semmi nem korlátozhat. Forró példák egyike. Költő és tudós. Tanár és lelkiismeretes oktató. Olyan mélyen megindult a magyar irányének, aztán Benedeklennek fegyelmét nem tudja elviselni. Reverend a helyett zsinóros magyar ruhát tör, bajuszt és szakát leveszt. A hivatalok nem értik a lélek szigorú szerzetességét, ők csak azt látják, hogy az akadémián világi állást vállalt, Kolostor helyett a Dorottya utcában egy bérházban lakik, tudós és író barátaival vendéglőben vacsorázik, színházba, kaszonyban jár. Hiába védi, mert tilt a pannonhalmi főapát, Cucor Gergelyt, a papot, császári hivatalnokok Pestről Győrbe száműzik, majd a szabadságharc után egyetlen versért halálra ítélik. Csak nehezen szadul a szorongó, szorongató végtől, gyóntató atyáknak köszönheti a fogság kegyelmét. Szabadulása után folytatja régi életét. Kisebb bérleti szobába húzódik, dolgozik, ír, részt vesz az akadémia életében. Papi előjárója rendtársai dérelgetik, gyakran küldenek a világba tévedt testvének eldégcsomagokat. Az öreg cucorbácsnak nem szabad semmiben ilyen szenvednie, mondják Pannonhalmat. Boldog ember és boldog költő. De a boldogsága nem világi érzés. A helytállás, a teljesített munka, az eszmények, a meg nem rendülés volt az ő boldogsága. De eposznál, daloknál, balladáknál szebb, frissebb munka maradt utána, egy egész nagy munka, az akadémiai nagy szótár, a híres Cucor Fogarasi hat kötete. Szófejtései elavulhattak, de a magyar nyelv legteljesebb szókincsét szerkesztőtársával ő gyűjtötte egybe. Olyasmit mutatott fel, ami hallhatatlan. Legősi anyagunkat, az írók nyersanyagát, a magyar nyelv pálárai márványát. Szavak honfoglalása. Részlet. Hogy milyen fontos a levegő, csak azt tudja, aki már fulladozott. Hogy milyen fontos a nyelv, csak azt tudja, akibe már belé akarták folytani a szót. Ha hegedű művész lennék, testileg a kezemet félteném mindenek felett. Ismertem egy zongora művészt.
Pályája csúcsán, szörnyű balesetben elvesztette fél kezét. Az esze, a tehetsége hiába tudott csodálatosan zongorázni. Ha balettáncos lennék, tízszeres Isten csapása lenne lábam bénulása. Ki méri fel azonban, hogy az ember legelsőképpen beszélő lény. Emberré válásában, s még inkább emberebbé válásában megszólalása a lényeg. Emberi voltában jelesebb szerepet játszott a szókészítés, mint a szerszámkészítés, bizonyára voltak pattintott szavaink, meg csiszoltabb szavaink, volt kőkorszaka és vas és bronzkorszaka a nyelvnek is. A föltárt sírokba, a régészeti leletek mellé oda kell képzelnünk a láthatatlan szóleleteket is, az, ahogyan 100 000 évvel ezelőtt szólította meg anyját a gyermek, s ahogyan följajdultunk immár tagoltan, érthetően a fájdalmunk természetét, okát s a reményt is megvalva. Nem tudom, mivé lennék, ha meg nem szólalhatnék többé, ha valaki megtiltaná, megtilthatná, hogy kifejezzem magam. Halott lennék. Végül is az vagyok, amennyit szavakban el tudok mondani. Annyi a világból az enyém, amennyit meg tudok nevezni. Honfoglalásom a földön, a szavak honfoglalása. Vastüdőben fekszenek a gyermekbénulás tragikus tehetetlenjei, a minden porcikájukban bénák, akik már csak a szemükkel beszélhetnek. Készült számukra csodatétel érzékenységű, írógépszerű szerkezet, amelyet a tekintetükkel irányíthatnak. Ahogy más az ujjával kopog a billentyűkön, úgy ütik le ők a betűket a pillantásukkal. A bénaságra és rémaságra ítélt emberek ilyenképpen megszólalhatnak. Föltámadhatnak szellemi foglalkozásukból, elmondhatják, mi fáj, mit gondolnak, mit kívánnak.